nagyon régóta vagyunk itt, és elkezdtem félni, mennyi sugárterhelést kaptam az itt töltött idő alatt. Sokat. Üdvözlöm a Blikk olvasóit, illetve követőit, Kis Ráhel vagyok. Sorozatunk következő részében a Paksi atomerőmű látogatóktól teljesen elzárt területére látogatunk el. Tartsanak velünk! Paksi atomerőműnek az ellenőrzött zónájába fogunk belépni, ahol egységes védőruha viselése kötelező, úgyhogy én most bemegyek a női öltözőbe, és legközelebb engem már a védőruhában fognak látni. Hamarosan jövök. Na hát, és amint már látják is a Blikk olvasói, illetve követői, átöltöztem, egyedül csak a fehér nemű maradt rajtam, még az oknit is le kellett venni. A Paksi atomerőműben mindent radioaktív hulladéknak tekintenek, és minden hulladékot gyűjtenek, majd aztán később megállapítják, hogy radioaktíve vagy sem, ezért láthatóak itt ezek a kukák is. Fel fogunk menni a hátam mögött látható pódiumra. Az a piros kör alakú dolog, az a reaktor kupola, viszont ahhoz, hogy oda felmenjünk, oda is külön engedélyt kell kérnünk, és most erre várunk, de hamarosan felmehetünk, és megmutatjuk önöknek is. Nagyon fontos volt, hogy a cipőm talpához itt kézzel már ne érjek hozzá, és ezek a védőintézkedések is azért kellenek, mert ahová most megyünk, ott már sugárterhelés is lehet. Amit most itt látnak, ezek az üzemanyag tároló dobozok, ebből itt kettő van, összesen pedig négy van. A négy üzemanyag tároló dobozban összességében kettő évre elegendő üzemanyag van, ami azt jelenti, hogy ezek az üzemanyagok szükségesek az atomerőműnek a működéséhez. Hogy mindenki értse, a hazai lakosság a teljes áramfogyasztás 27-28%-át jelenti, mi pedig 36-37%-át adjuk a hazai fogyasztásnak. Tehát mi két évig a teljes magyar lakosságot, közüzemeket, kórházakat, iskolákat el tudjuk látni villamos energiával. Tehát ha bármi gondnak adna, akármi gázzal, egyebekkel, a lakosság akkor is biztonságosan villamos energiaellátásban részesül, mert a Paksi atomerőműben megvan az a képesség, hogy ezt hosszú távon biztosítsa. Itt van ez a kazetta, amiben urán van. Én most ezt megfoghatom, teljesen biztonságos, viszont egy nagyváros éves áramszükséglete van ebben a kazettában itt mellettem. Ez a kazetta még nem lett betöltve a reaktorba. Nagyon fontos, hogy megemlítsük, hogy az atomerőműveknek az élettartalma az szabályozott. Paksi atomerőműnek mennyi az élettartalma, mennyi van még hátra belőle, illetve ebben ugye nyilvánvalóan jövő kérdés az is, hogy szükség van-e Paks 2-re. Hát jelen pillanatban 32-37-ig van működési engedélye Paksi atomerőműnek, de nem nemzetközi gyakorlat az, hogy az ilyen típusú atomerőműveknek az élettartalmát tovább lehet hosszabbítani. A finneknek van két, a miénknél idősebb PVR-40-40-es atomerőműve, de további időhosszabbításon dolgoznak. Nyilván minden ilyen akciót nagyon szigorú hatósági felügyelet mellett hajtunk végre. Igazolnunk kell, hogy az atomerőmű alkalmas a további időmű hosszabbításra, és ha a hatóság bármelyik nap, tehát akár ma találna olyan indokot, ami azt jelenti, hogy nem vagyunk elég biztonságosak, akkor holnap is meg tudná állítani. Tehát ez csak egy elvi lehetőség, hogy túljuk tovább.
ha nemzetközi és a hazai energetikai viszonyokat nézzük, akkor látható, hogy most is olyan 30% körüli az import, és éves szinten általában olyan 1,5-2%-os villamosenergia igény növekedés van. Tehát, hogyha 2030 körül Paks 2 be tud indulni, akkor nem kell attól félnünk, hogy túl sok lesz a villamosenergia, akkor fogjuk elérni azt a ideális állapotot, hogy a magyar villamosenergia termelés 90%-a széndioxidmentes lesz, tehát a globális felmelegedéshez nem járunk hozzá, illetve egy valamennyire független lesz Magyarország, mert ez a 30 helyenként voltak olyan napok, amikor 50% körül volt a villamosenergia import, ezért ez nem tesz jót. És ebben a rendszerben nagy szükség van a megújulókra is, és ahogy látjuk a folyamatokat, az atomenergia is a megújulók megfelelően együtt tudnak azért dolgozni, hogy a széndioxid kibocsátás mentes villamosenergia termelés megtörténjen. És akkor most följöttünk a reaktor kupolához, ami itt látható mögöttem, de mit tud ez a reaktor kupola? A reaktor kupola fedi magát a reaktort. A reaktor berendezés egy 20-22 méter mély akna, de igazából ahol a nagy dolgok történnek, az egy 3 méter magas, 3 méter átmérőjű henger. És igazából amit azon kívül van, az arra szolgál, hogy az itt megképződő hőenergiát, amiben felmelegítjük a vizet, megfelelően tudjuk kezelni. Jogosan merült fel bennem a kérdés, ami után már nyúlsz is, hogy sugárzás itt milyen, és hogy ez valamilyen egészségügyi kockázatot jelenteni fog-e ránk, hogy ennyire közel tartózkodunk itt az atomkupolához. Mi az, ami a kezedben van, egy ilyen szerkezet nálam is van? Ez egy elektromos sugárzásmérő, és talán látszik, hogy most már benn vagyunk egy fél órája legalább a reaktorcsarnokban, és mindig nulla az érték. Nyilván ez nem játék, de mindenki pontosan tudja, hogy hogyan működik, és távolsággal, idővel, védőeszközökkel tudunk védekezni a sugárzás ellen. Tehát itt jelen pillanatban is olyan viszonyok vannak, mint mondjuk egy repülőgép kutatás alkalmával, hogyha nagyon magasan vagyunk. Tehát itt a sugárzás értéke, ahogy mondtam, nagyon alacsony.